Lélekrovatunkkal folytatjuk a délelőttet, és egy különleges kerékpártúráról fogunk most beszélgetni, és azt mondtam itt az adás előtt, hogy nyugodt a lelkiismeretem, vagy tiszta a lelkiismeretem, mert tegnap tornáztam, úgyhogy úgy tudok most a mozgásról beszélgetni, hogy talán egy kicsit hitelesebb vagyok a szokásosnál. Itt van már velem a stúdióban Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Úgyhogy mondom, most én is tiszta lelkiismerettel ülök itt ezen a beszélgetésen, mert hogy egy különleges kerékpártúráról fogunk beszélgetni. Kell még arról említést tennünk, hogy milyen fontos a mozgás a gyógyulásban és az egészségmegőrzésben? Én azt gondolom, hogy muszáj beszélnünk róla, és hogy visszacsatoljak az elére, azt gondolom, hogy akkor lehet tiszta a lelkiismeretet, hogyha holnap is tornászni fog, meg holnap után is tornászni fog, hiszen a WHO ajánlás szerint napi fél óra intenzív mozgás az, ami érezhető egészségnyereséget hoz az embernek, tehát ott szignifikánsan elválik az, hogy valaki tornászi, vagy fizikai aktivitást végez, testmozgást végez, vagy sem. Ezért is szerveztük tulajdonképpen ezt a kerékpártúrát, hogy ráirányítsuk a figyelmet a mozgás fontosságára. Hivatkozhatnék az Európai Rákens Kódexre, ahol szintén meg van említve az, hogy a testmozgás, a fizikai aktivitás milyen fontos, és rengeteg olyan tanulmány van, amelyek azt mutatják be, hogy különböző rákfajták megelőzésében, illetve a rák után mennyivel jobb életesélye van annak, aki rendszeres fizikai testmozgást végez. Ugye említette ezt az Európai Kódexet, akkor ez egy nagy összefogás itt az európai országok között. Ebben hol vagyunk mi magyarok, vagy nem tudom, tőlünk nyugatabbra vagy keletebbre érő országok hogyan viszonyulnak a mozgáshoz, és hogy van náluk a mozgás és a gyógyulás kapcsolata? Megfogadják mások is ezeket a tanácsokat? Hát nagyon változatos a kép. Tehát a jóléti társadalommal nagyon olyan irányba mozdultunk el, hogy keveset mozgunk. Nagyon sokkal kevesebbet mozgunk. Tehát ha csak olyan statisztikákat nézünk, tanulmányok erre is kitérnek, hogy mondjuk a háztartásban mennyi mozgást kell végezni. Nyilván mióta nem kézzel mosunk, hanem mosógéppel, ha beülünk az autóba, és nem kell még csak a busz megállóig is elgyalogolni, vagy nem kerékpárral tesszük meg a napi munkába az utat, és vissza meg bevásárolni, akkor sokkal kevesebbet mozgunk. Mégis azt mutatják ezek a tanulmányok, hogy ezek a mozgások is nagyon fontosak, meg azok sem elhanyagolhatók, amiket az ember a foglalkozása miatt csinál. Tehát nyilván, ha valaki postás, akkor nagyon sokat gyalogol egy nap, és még lehetne sorolni mondjuk áruszállító. Egyébként. De ha valaki műsorvezető, akkor ül a bizony, fehér fotelbe egész igen, délelőtt. És még az is jobb lenne, hogyha időnként állna. Tehát azt is kimutatják a tanulmányok, hogy bizony nem jó az, hogyha nagyon hosszú ideig ül, és ez nem csak a daganatos betegségek szempontjából fontos, hanem nagyon sok minden más betegség szempontjából is. Tehát mozogni kell, lehetőleg szabadidős tevékenységet végezni. Az a jó, hogyha intenzív ez a mozgás, ennek van egy mérőszáma, egy ilyen metabolikus együtthatónak hívják, de gyakorlatilag egy olyan, amikor már a pulzusszám megemelkedik, egy nagyon erős gyaloglás, egy nem túl megfeszített kerékpározás vagy úszás, ez már ebbe a kategóriába tartozik, hogyha ebből napi fél órát az ember rá tud szánni és meg tudja tenni, akár 10 perces adagokban is, tehát nem kell nagyon sokat és nagyon nagyot vállalni. Én mondjuk a lustábbak közé tartozom, hogyha ezt így bevallhatom, tehát például ez a tegnapi torna is arról szólt, hogy a tévében egy videóra tornáztam igazából a nappaliba a szőnyegen, mondjuk el se kellett otthonról menni, ki se kellett mozdulni, de azért egy kis mozgás bele lehetett csempészni a mindennapokba. Ez mennyire jó módszer, mert itt ugye azt szoktuk mondani, hogy a friss levegőn kellene a mozgást végezni. Tehát annál jobb természetesen minél inkább friss levegőn, hogyha az ember kimozdul, valószínűleg azért, mert ennek egy lelki hatása is van. Tehát nem csak az, hogy az ember muszájból megcsinál valamit, hanem hogyha élvezni tudja azt a mozgást, amit csinál. Tulajdonképpen azért is indul ez az egész kerékpártúra, hogy erre rá tudjuk irányítani a figyelmet. Tehát a Magyar Rákellenes Ligának Észak-Magyarországon 15 alapszervezete van. Ezeket az alapszervezeteket fogom érinteni a kerékpártúra alkalmával, így Kerekharaszt, 60, Zagyva, Szántó, igen, Zagyva, Szántó, Abc, Petőfi bánya, Rózsaszentmárton, Gyöngyös, Salgótarján, Borsod-Nádasd, Bélapátfalva,
Edelény, Encs, Miskolc és Tiszafüred. Tehát... Na most itt a felsorolt települések között, hogyha magam elé képzelem a térképen ezt, azért jó kis szintkülönbségek vannak. Hogyan indult maga a kerékpározás, ez a kerékpártúra elképzelés? Minek az apropóján? Hát úgy, hogy végignéztem, hogy hogy lehetne ezt felfűzni egy útvonalra, és hogy hát én azért nem vagyok sportoló, szeretek ugyan kerékpározni, de hogy napi mondjuk 50-70 kilométernél több ne jusson egy napra. Tehát igyekeztem úgy sorba venni, van, amikor egy nap több megállót érintünk, de van, amikor csak egyik helyről megyünk a másikra. És hát az elmúlt hónapokban igyekeztünk erre fölkészülni. Tehát egy párszor fölkerekeztünk a Jánoshegyre, tegnap előtt voltunk a Hármas határhegyen. Körülbelül annak az adagnak az, van, amikor kicsit kevesebb, de van, amikor a másfél-kétszeresét kell megtenni egy nap szintben. Na most itt minek az apropóján látogatja meg az észak-magyarországi székhelyeket, vagy az észak-magyarországi Rákellenes Ligának a helyszíneit? Ez van benne egyfajta, nem tudom, példamutatás is, hogy tessék követni engem, hiszen mozogni jó? Alapvetően az a cél, hát egyrészt azt gondoltam, hogy lesznek olyanok, akik csatlakoznak ehhez a kerékpározáshoz, ha nem is az egész útvonalon, de legalább egy-egy szakaszon. Ahogy az alapszervezetünk vezetőivel beszéltem, a legtöbb helyen az lesz, hogy elénk jönnek, bekísérnek minket kerékpárral, a településen lesz valamilyen mozgásos program, vetélkedő vagy focizás, nem tudom, tehát itt az alapszervezetek vezetőire van bízva, hogy milyen programot tudnak szervezni, kis közösségi program, és akkor másnap indulunk tovább. Mikor kerül sor erre a kerékpártúrára? Mikor lesz az indulás? Jövő héten szombaton reggel 9-kor indulunk a nullás kilométerkőtől, és hát az első megálló, az 60, az első éjszakát 60-ban töltjük. Aztán nagyjából, ahogy elmondtam, azok a települések az éjszakai szálláshelyek is. Akkor nagyjából két hetet vesz igénybe? Kilenc nap lesz. Kilenc napos a kerékpártúra. Hogyan lehet önhöz csatlakozni? Hát egyrészt a Liga telefonszámán, vagy a honlapján, vagy a Ligába írt levélen keresztül, vagy az előbb említett településekben szervezik azokat az embereket, akik részt vesznek akár a fogadásban, akár az elkísérésben. Itt nem arról van szó, hogy az a fontos, hogy én megyek oda, hanem hogy egy apropója van annak. Van olyan település, ahol tudom, hogy hetek óta minden héten, pénteken kerékpáros társaság összegyűlik, és megtesz 15-30 kilométert. Nem azért, hogy erre felkészüljön, hanem ennek az apropóján. És maga ez az apropó, tehát az, hogy véglátogatjuk ezeket az alapszervezeteket, és ott kicsit a helyi közösségben ennek hangot lehet adni. A mindegyik polgármesternek írtam, akinek van ideje, meg kedve, azzal találkozom, tudok beszélni arról, hogy mi a helyzet az ottani településen. Na most nézzük meg az Örök Mozgó programot, mert az is valahogy azért kapcsolódik ehhez. Ugye itt a kilométerek teljesítését kellene majd 2018-ban kipipálni. Hát mit is takar ez az Örök Mozgó program, ami szintén a Rákligánál működik januártól? Mennyi kilométert kellene bevállalni az embereknek? Hát az elv szerint ez körülbelül mondjuk egy évi 1500 kilométer gyaloglást jelentene. Ez felelne meg annak a WHO ajánlásnak, ami azt mondja, hogy körülbelül 10 000 lépés az, ami egy ilyen életminőségváltozást jelenthet az embernek. És azt gondoltuk, hogy ezeket a kilométereket, ha összerakjuk, akkor meglátjuk, hogy milyen messzire tudunk eljutni. Itt ugye a Föld és a nap távolságát. Igen, hát az egy merész vállalás volt, nem gondolom, hogy ezt össze fogjuk szedni, de annyit valószínűleg sikerült elérni, hogy sokakat sikerült mozgásra buzdítani, vagy felhívni a figyelmet arra. Lehet, hogy amúgy is mozognak, és akkor most van egy apropója annak, hogy gyűjtik a kilométereket. Én magam is gyűjtöm a kilométereket, tudom, hogy eddig körülbelül 400 kilométert kerékpároztam ebben az évben, gyalogolni is egy jó pár száz kilométert gyalogoltam, tornázni is tornázgattam valamennyit.
Úgyhogy ezeket mind át lehet váltani ennek a metabolikus együtthatónak a segítségével kilométerekre, és akkor majd meglátjuk, hogy mire jutottunk. Ez nagyon érdekes, ugye itt a Föld és a Nap közötti távolságot jelölték meg, mint mondjuk ideális célt, amit jó lenne közösen legyalogolni, lekerékpározni, leúszni mondjuk a 2018 folyamán, és itt az jött ki az egyenlet során, hogy 100 000 ember lenne szükséges ahhoz, hogy fejenként 2018-ban ezt az 1500 kilométert bevállalják, de lehet, hogy vannak olyanok, akik mondjuk 1500-at legyalogolnak, és 1500-at mellette lebicikliznek, vagy lekerékpároznak, hát mint például minél többen lesznek, és nyilván nagyon jó, hogyha ezt ki tudjuk mutatni, de ha nem tudjuk kimutatni, csak sikerült a mozgásra ráirányítani figyelmet, akkor is érdemes volt csinálni. Igen, érdemes leszállni a egy buszmegállóval korábban, és akkor gyalogolni egy picit, és így lépésről lépésre becsempészni ezeket a kilométereket a mindennapjainkban. Igen, érdemes, ha valaki nagyon sokat ül, mert olyan a munkája, akkor fölállni időnként, és legalább állva telefonálni, vagy megtenni néhány lépést, hogyha a munkája megengedi, és nem egyfolytában ülni, ez is egy komoly kockázati tényező. De segítséget is nyújtanak, mert én a Rákliga honlapján tegnap láttam, hogy örök mozgó naplót például le lehet tölteni a honlapról, és akkor ott írhatja mindenki magának naponta, hogy mennyi kilométert tettek. Igen, egyelőre terveztünk egy honlapot, ez nem készült el, de ebbe a naplóba lehet folyamatosan vezetni, és akkor az ember saját maga látja, és ezeket szívesen összegyűjtjük és összesítjük majd addig más módon, amíg ez el nem készül. Most a nyárnak akkor ez egy kiemelt nyárindító rendezvénye lesz ez a kerékpározás, de azért a Rákligának a szokásos programjai sem maradnak csendben a nyári időszakban. Nem, hát nyáron mindig kicsit nagyobb az a kevesebb klub meg egyéb van, de éppen ma megyek 60-ba, ahol ez a 10 000 lépés a prostatarákosoknak szervezett program lesz a jövő héten. Egerben lesz a rákövetkező héten, Mezőberényben. Lesznek melanóma szűrések, strandokon ilyeneket szervezünk, részt veszünk ezekben, hiszen az is nagyon fontos, a napvédelemre is ráirányítjuk a figyelmet, közzétettük az Európai Rákligák ajánlásait a honlapunkon, hogy hogyan érdemes a nap ellen védekezni, hiszen a napnak kitettség az jelentős mértékben növeli a bőrrák kialakulásának a kockázatát. Köszönöm szépen, Balázs, hogy eljött hozzánk, és akkor eredményes és jó kirándulást kívánunk önnek, legyen jó ideje legalább. Köszönöm a meghívást, bízom benne, hogy jó időnk lesz.